túl vagyunk egy nyögvenyelős bajnokin, ami viszont győzelemmel ért véget. Hogy telt a hét? Mire fókuszáltatok leginkább? Mindig. Tehát mindig a hét az jó telik, tehát kedden megpróbálok túl lenni egy nap alatt azokon a dolgokon, ami ugye a negatív, tehát azért kell beszélni róla, illetve számunk lettek kérve természetesen a játékosok, mert hiába a győzelem, ahogy te is említetted, de azért hagyott kívánni valót ez a mérkőzés maga után, úgyhogy beszélgetések voltak, csináltuk a dolgunkat, készülünk a holnapi bajnokira. Viszont elég népesnek tűnik a keret innen a sarokból. Hát pedig nincs itt a Kornél. A suli napja van a fiatal játékosunknak, illetve ugye a Kálmán Sziszi még nem jött vissza, meg hát a Kova itt van, aki eltiltott lesz, úgyhogy nem tud pályára lépni. Forduljunk rá az előttünk lévő bajnokira, az MTK 2 érkezik, és hát szerencse vagy szerencsétlenség mindenki eldönti majd maga, de ismét egy válogatott forduló alatt érkeznek hozzánk, és játszik a két csapat egymással. Erről nem szeretnék beszélni, mert már sokat foglalkoztunk ezzel, ezt elengedjük, tehát aki jön, aki itt lesz, az játszik, tehát ezzel nem foglalkozunk. Úgyhogy annyi, hogy jobb csapatnak tartom az MTK-t, mint ami a mostani jelenlegi pozíciója. Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk ugye az első fordulóba ellenük, döntetlen sikerült elérnünk, azért mondom, hogy sikerült elérnünk, mert emlékeim szerint az egy, tehát nem biztos, hogy megérdemeltük azon a mérkőzésen az egy pontot is. Biztos, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz, hazai pályán jó focit játszik az MTK, ugyanaz, mint amit elmondtam a Fradi ellen, a Paks ellen, a Videoton ellen, bátra játszanak, nem tudjuk, kik játszanak vissza, a jó focit játszanak, nincs tét, tehát nincs nyomás, ugye ott a második csapatoknál az a lényeg, hogy az egyéni képzés, tehát az egyéneket beépíteni az első csapatba, illetve hát azt a célt is szolgálja, és ezt el kell fogadnunk, hogy azokat a játékosokat meccsbe kell tartani az NB1-be, akik ugye kevés lehetőséget kapnak ilyenkor. Ez nekünk nem tetszik, vagy hát a nézőknek se, főleg olyan csapatoknak, akik azért az élén vannak, vagy az elején vannak, és terveik vannak. De ez ilyen, tehát ha én lennék az NB1-es edző, én is ugyanúgy visszaadnám a játékosokat, mert meccsbe kell tartani őket, úgyhogy az, hogy milyen nehéz lesz a mérkőzés, ha olyan lesz, mint a múlt heti, akkor nagyon nehéz lesz, vagy mondjuk akár a tegnapi válogatott meccs, rajtunk is fog múlni természetesen, sőt, azt mondom, hogy javarészt rajtunk múlik, tisztában vagyok a keretnek, a játékosoknak a képességeivel, ha rendben vannak fejbe, tudom, mindig ezt mondom, akkor nagy probléma nem lehet, hazai pályán itthon játszunk, úgyhogy mindenképp győzni szeretnénk. Ismét egy mondhatni kényes pont, esett ma az eső, esőt mondanak holnapra is, és tulajdonképpen még csütörtök este is már esett. Ha így alakul, hát nem lesz egy könnyű talajú mérkőzés ez. Hát igen, november van, tehát ilyen a november, úgyhogy eddig kegyes volt hozzánk az idő, illetve hát annyi, hogy ezen a héten még nem edzettünk a centeren, most is itt hátul ezen a kis részen edzünk, hogy kiméljük holnapra, de az is lehet, hogyha esni fog az eső, hogy már a bemelegítésnél teljesen szét fogjuk vágni a pályát, úgyhogy természetesen aki jobban alkalmazkodik a talajhoz, az előnyben lesz. Remélem, hogy ez nekünk sikerülni fog. Végül szokásunkhoz híven a bónusz, a válogatott. Kint vagyunk az EB-n, de hogy téged idézelek, focikáztunk. Érdekes volt ez a mérkőzés, hasonlította ugye magasabb, jóval magasabb szinten, mint az én kis csapatom, tehát mi is képesek vagyunk ilyen kaotikus teljesítményre. Hát nehéz ilyenkor, ahogy a játékosok is nyilatkozták a mérkőzés után, ugye a Szoboszlai Dominik, hogy benne is volt hiányérzet, illetve elmondta a véleményét, vagy jobb, ha nem is mondja, hogy milyen volt az egész. Vannak ilyen mérkőzések, de hát ez meg az, hogy a 97. percben sikerül kivívni az EB-re való kijutást, ez szerintem mindenki bele borsózott, meg annyira örültem én is, hogy ez egy fantasztikus dolog. Vannak ilyen mérkőzések mindenkinek az élet, tehát a legnagyobbak a
legnagyobb csapatok, klubcsapatok, válogatottak életében is vannak. Hála Isten ebből úgymond pozitívan jöttünk ki, nem úgymond, hanem pozitívan jött ki a válogatott. Azt mondom, hogy tényleg az, hogy van ilyen. Én nem szeretem ezeket a meccseket. Ha a saját csapatom nyújt ilyen teljesítmény, annyira már ismersz, mert azért eléggé maximalista vagyok. De hát a lényeg ott nálunk az, hogy kijutottunk az EB-re. Hogy vagy? Az első, illetve mondhatni, hogy a többedik hír is, hát egy elég makacs és rosszul hangzó sérülésről szólt. Hát most már köszönöm szépen a kérdés, jó vagyok. Én sem számítottam, hogy ilyen hosszú kihagyás lesz, de ugye a fülemnél volt egy ilyen véres hematóma, aztán ameddig az nem szívódott föl, addig nem kezdhettem el az edzéseket, aztán azt meg kellett várni mindenképp. De most már, hál' Isten, rendben vagyok. Hogy megy azóta a munka, most már a bajnokon is kaptál néhány percet, mennyi kell még, hogy felvedd ugyanazt a ritmust, mint amivel voltál a sérülés előtt? Hát nyilván nehéz, mert ugye 6 hétig, 5 és fél hétig nem csináltam semmit, se konditerem, semmi, ugye nem szabad, nem volt szabad terhelni magam, se fizikálisan, se szellemileg, de azon vagyok, hogy minél előbb erőnlétbe utolérjem magam, amennyire lehet ebbe a másfél hétbe, aztán a csapat segítségére tudjak lenni. Mit látsz most a csapaton? Nem egyszerű meccseken vagytok túl, most a legutóbbi bajnok is sem volt egy könnyű párharc, és az előttünk álló kettő, meg aztán pláne nem lesz az. Hát igazából nem játszottunk jól, de itthon tudtuk tartani 3 pontot, szerintem ez volt a legfontosabb. Most is szeretnénk az MTK ellen győzelemmel zárni az őszi szezont az egy pályán. Aztán most ez az elsődleges, hogy az MTK-en is begyűjtsük a 3 pontot. Nyilván egy jobb játékkal, mint előző héten. És mondjuk esetleg ismét egy Gocsi góllal. Így van. Remélem ugyanott, ahogy az MTK-en ott is sikerült, most itthon hazai pályán is, hogyha lehetőséget kapok, akkor góllal tudok a csapat segítségére lenni.